A naplózás elmélete és gyakorlata című kurzusban a következő téma, amit el fogunk venni, a tervezési kérdések, azaz hogyan tervezzünk naplózó rendszereket, naplózó megoldásokat. Ez azért egy nagyon fontos kérdés, mert nem győzöm eleget hangsúlyozni ebben a témában. Az információbiztonsági szakterület egy leghosszabban tartó projektje a naplózórendszer kialakítása. Sajnálatos módon egyik rendszer sem next-next finish-sel telepíthető, hanem rengeteg olyan szempontot kell mérlegelni, rengeteg olyan szempontot kell figyelembe venni, ami elsőre talán nem is feltétlenül triviálisan megoldható. Ezekről szeretnék egy pár gondolatot ejteni ebben az előadásban. Először is legfontosabb kérdés az, hogy mit akarunk egyáltalán csinálni, mi az a követelmény, mi az a működési körülmény, környezet, amiben a logolást meg kell valósítanunk. Hogyha, és ez szerintem minden egyes területen így van, de az információbiztonsági terület sem kivétel ez alól, hogyha nem tudjuk, hogy mi a célunk, egyben nem tudjuk pontosan meghatározni, mik azok a követelmények, amik ránk vonatkoznak, akkor egészen biztosan nem fogunk jó választást eszközölni. Az információbiztonsági törvény 41/2015-ös BM rendelete, ami részletezi azt, hogy a naplózással kapcsolatban milyen feladatok vannak előttünk, ebből tökéletesen látszódik, hogy ha egy olyan körülmények között dolgozó szervezetről van szó, melynek folyamatosan kell fejlődnie, de adott esetben a biztonsági szintek és biztonsági osztályok adott esetben évekig tartó lehetőséget, mozgásteret biztosítanak, akkor nyilvánvalóan egy lépésről lépésre történő projektet kell elindítani, tehát figyelembe kell venni azt, hogy milyen fejlődési, fejlesztési lehetőségek vannak. Ha érezhetően elértük azt a maximumot, amit a jogszabály megkövetel, akkor pedig lehet egy konzervatív tervezésre berendezkedni, hogyha nagy változások nem várhatók, akkor nyilvánvalóan ezt a flexibilitást egy kicsit lazábban kell értelmezni. A célok meghatározása, tehát a legfontosabb, mielőtt nekünk lennénk az egész projektnek, és nyilvánvalóan föl kell mérni azt, hogy mi az a alap, amire tudunk építkezni, mi az információs rendszer halmaz, amiből logokat kell kinyernünk és logokat kell kezelni, illetve mik azok a belső szabályozók, amiket meg kell tartanunk annak érdekében, hogy ez minden nyilvánvalóan jogszerű és szabályszerű legyen. A naplóállományok létrehozásának a felmérése, tehát az első lépés, az IBTV-nek a hatalmas előnye, hogy ennek kapcsán az elektronikus információs rendszereket egyébként is föl kell mérnünk, egyébként is osztályba kell sorolnunk, és ez az osztályba sorolás egyébként is megadja azt, hogy milyen naplózási követelmények vonatkoznak az adott EIR-re. Nyilvánvalóan, hogyha nem vagyunk az IBTV hatája alá tartozó szervezet, akkor ezt nem feltétlenül tettük meg, de célszerű kitekinteni az IBTV-re, és célszerű ezek az elveit egy nem IBTV hatály alatt tartozó szervezetnél is figyelembe venni. Ez ugyanis segíteni fog abban, hogy lássuk, mik az EIR-ek, elektronikus információs rendszerek, és ezeknél milyen kötelező és milyen ajánlott naplóbejegyzések jelennek meg. Amikor pedig az EIR-t összeállítjuk, akkor azt is látni fogjuk, hogy egyébként milyen rendszer komponensekből épül fel az adott rendszer, operációs rendszerek, szolgáltatások, alkalmazások futnak ezeken a rendszereken, ahol már egy kockázatelemzéssel el tudjuk dönteni, hogy hol kötelező és hol ajánlott a naplózást létrehozni. Az esemény típusokkal kapcsolatban egyébként a YouTube csatornámon megtalálható egyéb videókból következtető módokon akár a common criteria, akár az egyes hardening eljárások tudnak segíteni. Ezekből lehet látni, hogy milyen eseménytípusok csalhatók ki egyáltalán az adott rendszerből, és ezekből szintén kockázatelemzési módszerrel tudjuk eldönteni, hogy mi a kötelező és mi az ajánlott naplózási tartalom. A napló tartalmát amúgy jellemzően a rendszer maga határozza meg azt, hogy mi az, amiből felhasználható, függően attól, hogy központi naplózást használunk, vagy lokális naplózást használunk, szintén érdemes felmérni és megnézni, hogy például a központi naplózórendszer az úgynevezett normalizálási eljárás során miket tud majd felhasználni. És ebben a kategóriában az utolsó kérdés, milyen gyakorisággal kell a naplóbejegyzést létrehozni, hiszen fölmerül a kérdés, hogy mondjuk egy DDoS támadás esetében feltétlenül szükségesen minden egyes DDoS-szal kapcsolatban hozható naplóbejegyzést rögzíteni. Ad-e nekem új információt az, hogy milyen hamis forrás IP címről érkezett az adott csomag, vagy pedig adott esetben ezt nem kell feltétlenül lerögzítenem. Következő kérdés a naplóbejegyzések továbbítása.
ugye feltételezve az, hogy egy központi naplózó infrastruktúrával dolgozunk, ez úgy fog kinézni az egész architektúra, hogy van egy logforrásom, van egy úgynevezett relayem, egy log továbbítom, ez vagy van, vagy nincsen, függően attól, hogy mekkora az infrastruktúra, és van egy központi elemem, ahova megérkeznek majd a bejegyzések. Itt el kell dönteni, hogy melyek azok a bejegyzések, melyeket továbbítani kell, és melyek azok, amik a log forráson maradhatnak meg, vagy adott esetben a relayen, hogyha olyan a felállítás, úgynevezett RAW, azaz eredeti formátumban. Milyen típusú bejegyzéseket kell a központi naplózó infrastruktúrába továbbítani, azaz mik azok a biztonsági események, melyek számomra fontosak lehetnek, melyekkel egyáltalán kezelni tud valamit a naplózó rendszer. Itt kell megjegyezni, nem elfelejtve, hogy a mai komoly, korrekt, nagy naplózó rendszerek úgynevezett data lake-eket, adattavakat építenek föl, melyeknek teljesen mindegy, hogy mit továbbítunk, majd valami lesz belőle. A big data elemzés, a big data analízishez gyakorlatilag minden típusú logbejegyzés használható lehet. Milyen módon kell a bejegyzéseket továbbítani? Ez azt jelenti, hogy ha teszem azt, biztonsági követelmények vannak, titkosított formában történjen a továbbítás, vagy hogyha olyan logforrásaim vannak, melyek nincsenek hálózatba kötve, mert szeparálás miatt, vagy éppen minősítési követelmények miatt ezek hálózatban nem kerülhetnek, akkor mit kell ezekkel tenni? Figyelembe kell venni azt is, hogy a log továbbítás egyébként egy erőforrás igényes tevékenység, tehát könnyen előfordulhat, hogy nincsen feltétlenül rendelkezésemre állás, nem áll feltétlenül rendelkezésemre olyan sávszélesség, amin keresztül a folyamatos log továbbítást meg tudom tenni, tehát hogyha spórolni kell az erőforrásokkal, akkor hány percenként, hány másodpercenként milyen sűrűséggel kell logokat továbbítani. Mik a bizalmasság sérhetetlenség és rendelkezésre állás feltételei? Figyelembe véve azt is, hogy mondjuk a relayek vagy a logforrások leszakadhatnak, hogyha olyan jellegű logforrásokról van szó, melyeknél azonnali logtovábbítás van, akkor a rendelkezésre állást nyilván biztosítanunk kell. Illetve tegyük hozzá, bizonyos log tartalmak, ezek érzékletokat, például személyes adatokat tartalmazhatnak. Itt feltételező azt, hogy a log továbbítás során más is hozzáférhet a hálózati infrastruktúrához, például ezekben az esetekben biztosítani kell a log továbbítás bizalmasságát, mondjuk egy titkosított csatorna felállításával. Következő területünk a naplóállományok tárolása és törlése. A naplóállományoknak is van egy életciklusa, keletkeznek, ezt már megbeszéltük, továbbítódnak, feldolgozódnak, illetve amikor már nincsen elég szükség, akkor vagy archiválásra kerülnek, vagy végső esetben pedig törlésre. Milyen gyakran kell a naplóállományokat rotálni, szóval az első kérdés, ami a log forrásokon és a log központi log elemzésen is fölmerülhet, azaz milyen esetekben kell tömöríteni, helyet csinálni az új logbejegyzéseknek. Praktikusan ez mondjuk egy log forráson, tipikusan egy adott méret vagy egy adott idő után szokott előfordulni. A naplóállományok bizalmassága, sérthetetlensége, rendelkezésre állása, tárolás alatt bizalmasság, például titkosítás, logbejegyzések titkosítása, sértetlensége, például valamilyen digitális aláírás biztosítása a log elemeken, és a rendelkezésre állása nyilvánvalóan ez a háttértár archiválása is ugyanúgy vonatkozik. A naplóbejegyzések megőrzése központi logforráson és a központi és a logforráson és a központi infrastruktúrán. Ez praktikusan az én tapasztalatom alapján körülbelül egy maximum egy évnyi időtartamot kell, hogy jelentsen. Jellemzően az incidens menedzsmenthez szükséges információ körülbelül eddig ennyi idő alatt kell, hogy előkerüljön. Természetesen, hogyha a külső jogszabályok más törnek elő, akkor ez lehet hosszabb is. Hogyan kell megsemmisíteni a naplóállományokat biztonságosan törölni? Ne felejtsük el, hogy a logok is tartalmazhatnak bizalmas adatokat, ennek megfelelően a más esetekben is megszokott biztonságos törlés, azaz olyan törlő alkalmazások a használata, melyeket ajánlanak, illetve akár a fizikai megsemmisítés is szóba jöhet a naplóállományokat tároló megoldások esetében. Mi történik akkor, hogyha elfogy a szabad kapacitás a háttértárban, azaz, hogyha telik be a háttértár 90-95% betelik, és látszik, hogy el fog fogyni a tárhely, akkor hogyan lépjünk, mi legyen a logolással kapcsolatos megoldás, ezt a common criteria-val foglalkozó előadásomban már kifejtettem. Hogyan lehet megoldani a bejegyzések bizonyító erejét? A bizonyító erő
Leggyakrabban az, hogy aláírok egy papírt, hogy ez valódi, de hogyha ezt műszaki megoldással szeretném megvalósítani, akkor például a digitális aláírások és az ehhez kapcsolódó láncolt listák használata lehet egy megoldás. A logelemzés. Ez az információbiztonsági szakterületnek egy jellemző és rendszeres tevékenysége kell, hogy legyen, ahogy ezt megbeszéltük korábbi más előadásokon is, de mégis milyen gyakran kell elvégezni a logelemzést. Ez nyilván attól függ, hogy milyen emberi erőforrások állnak rendelkezésre, illetve mire képes a központi logelemző megoldás. Kinek van joga hozzáférni a naplóadatokhoz, és ezt a hozzáférést milyen módon kell naplózni, az kik azok a szerepkörök, akik napi szinten ellenőrzik a naplóadatokat, kik azok, akik auditálják ezeket, mi történik akkor, hogyha incidens kivizsgálásra kerül a show, mi történik a forrásrendszerekben, ezek is egy tervezési kérdést jelentenek. Mit kell tenni az azonosított és gyanított események, incidensek kapcsán, az incidens menedzsment kapcsán, ezt megbeszéltük már. Hogyan lehet a logelemzés eredményének bizalmasságát, sértetlenségét rendelkezésre állását biztosítani? Hiszen ezek az eredmények, ezek szintén érzékeny adatokat tartalmazhatnak, illetve későbbi nyomozati cselekményeknél felhasználhatóak, szintén egy bizonyos képességét jelentik a központi logelemzőnek, amit érdemes már a tervezési fázisban is felmérni. Hogyan lehet az érzékeny adatokat naplóbejegyzésekben rögzíteni? Ez elsősorban a logforráshoz kapcsolódó kérdéskör, de hogyha a logforrás nem állítható, és biztosan vannak benne olyan adatok, amelyeket nem feltétlenül szabadna tárolni, akkor hogyan lehet ezt kezelni? Praktikusan PCI DSS, az a bankkártya kezelő környezetben szokott előfordulni, hogy a bejegyzésekben vannak olyan naplóbejegyzések, melyek a PCI DSS szabvány szerint nem lennének tárolhatók, a logban mégis ott van, nem kikapcsolható módon. Nyilván ebben az esetben a logelemzési megoldás segítségével kell valahogy kezelni ezt a nem megfelelőségi szituációt. A legjobb megoldás az tehát, hogyha akár az IBTV elvei alapján különböző kockázatú rendszereket, vagy máshogy is mondom, különböző biztonsági osztályú rendszereket állítunk föl, és ezekhez csatoljuk be a különböző tervezési kérdéseket, követelményeket, ezzel segítve a tervezést a későbbiekben. Nyilvánvalóan a következő nagy kérdés az lesz, hogyha ezekre a kérdésekre, amit a biztonsági logulási biztonsági szabályzatból is következően módon tudunk válaszokat adni, jó megoldást kell keresni, akkor miből tudunk válogatni. A Gartner minden évben kihozza az úgynevezett Magic Quadrantját a Security Information and Event Management, azaz SIEM rendszerekre, illetve a log management rendszerekre is korábban, melyek mutatják, hogy kik azok a gyártók, akik rendelkeznek olyan megoldásokkal, melyeket célszerű figyelembe venni. Ez egy nagyon jó áttekintést arra vonatkozóan, hogy mégis kik vannak a piacon. Természetesen ennél sokkal-sokkal több rendszer is elérhető, és sokkal-sokkal több gyártó használ és kínál megoldásokat, akár lokális, nemzeti szinten is. Ezen az ábrán alapvetően azok a vezető gyártók láthatók, akik Security Incident and Event Managementet, tehát olyan központi log management megoldást adnak, melyek a log tárolásán kívül további akár mély feldolgozást is képesek mutatni. A felméréseink alapján a két leggyakrabban előkerülő megoldás, ez valóban a líderek között az első helyen levő Splunk, illetve IBM megoldás szokott lenni, melyek jelen pillanatban azoknak annak a role modellnek, mintának minősülnek, amit a legtöbb gyártó szeretne elérni. Nem feltétlenül gondolom azt, hogy a legtöbb helyen ezek lennének a legjobb megoldások, már csak azért sem, mert kell egy bizonyos érettség az információbiztonságban ahhoz, hogy ezeket a nagyon széles képességekkel rendelkező megoldásokat bárki is tudja használni, de mindenképpen célszerű megnézni, hogy ezek a rendszerek mit tudnak, és ehhez hasonlítani a saját megoldásunkat. Amikor színrendszereket választunk ki, akkor nyilvánvalóan megint csak számos tervezési kérdést kell föltenni, és ezek a tervezési kérdések legyenek a következők a sorban, amit az előadás során átvizsgálunk. Így például az első kérdés, mi legyen az agentekkel? Az agentek azok a logforrásra telepítendő alkalmazások, SIEM-hez tartozó alkalmazások, melyek segítségével azokat a logokat be lehet gyűjteni, mely logokat egyébként az alkalmazás nem tud magától kiküldeni a központi logelemző felé.
Úgyhogy az első kérdés, tehát tartalmaz-e a termék egyáltalán ilyen agenteket, ügynököket? És hogyha tartalmaz, akkor jönnek a további kérdések, mint például, hogy titkosított csatornán történik-e az átvétel, központilag menedzselhetők az agenteknek a telepítései, vagy mindenképpen le kell ülni a számítógép mellé, és oda úgy kell föltelepíteni ezeket az agenteket, mik azok a platformok, melyek támogatottak, és itt célszerű végigvenni azt, hogy az egyének során milyen jellegű platformokat azonosítottunk, melyeket be kell kapcsolni a logelemzőbe. A telepítés és üzemeltetési feladatok megfelelően dokumentáltak-e, hiszen ezek nem feltétlenül triviálisak, és tipikusan nem az IT Security csapat fogja végrehajtani, hanem az adott rendszernek az üzemeltetője. Illetve az utolsó, maximálisan fontos kérdés, működnek-e egyáltalán az agentek hardeningelt környezetben? Hiszen, hogyha egy más biztonsági előírás miatt eleve behardeningeltük, megerősítettük az adott szoftvert, akkor egyáltalán nem biztos, hogy az adott agent ebben a körülményben az adott szervezeti szabályok mentén működni fog. Tehát ezt nem lehet előre elolvasni. Kis tapasztalat, hogy a dokumentációk nyilván rendelkezésre fognak állni, de ezekhez hozzáférni, hát nagyon sok fórum túrása után fogunk majd csak. Természetesen, hogyha egy demózási fázisban van éppen az adott gyártó, illetve az adott rendszerintegrátor, aki ezt szeretné nálunk telepíteni, mindenképpen készüljünk fel arra, hogy a hardeningelt tesztkörnyezetünkben le tudjuk tesztelni, hogy az agent működni fog-e majd a későbbiekben. A következő ilyen kérdésünk, ez a kollektoroknak a kérdése, hogyha képesek vagyunk kinyúlni az adott logforráshoz és begyűjteni az úgynevezett kollektorokon keresztül logokat, tehát nem szükséges az agentek telepítése, akkor nyilván egyel könnyebb a helyzet, de itt is fölmerül számos kérdés, mint például támogatott platformoknak a kérdése, hogy az előbbiekben ezt kifejtettem. Mik azok a platformok, amik mindenképpen támogatásra kell, hogy kerüljenek? Lásd még a biztonsági osztályba sorolásnak a kérdései az EIR-eknél. Ezek a kollektorok hány eseményt és hány logforrást tudnak maximálisan feldolgozni, hiszen ez mindenképpen határt fog szabni annak, hogy hány logbejegyzés generálódhat egyáltalán a logforráson. Képes-e megőrizni a bejegyzéseket az eredeti formájukban is, a raw data-nak a kérdésköre. Az eredeti logforrások emlékeztetőül arra szolgálnak, hogy egy adott incidenst sokkal mélyebben meg tudjunk érteni. A központi logelemzőnél ezek a raw data-k jellemzően elvesznek, úgynevezett normalizálásra kerül sor, tehát mindenképpen információvesztés történik, de természetesen, hogyha a kollektorok képesek begyűjteni a raw data-t, és ezt valahol tárolni, ha erre szükségünk van, akkor ez nyilván egy pozitív dolog. Milyen platformokhoz kell saját kollektort fejleszteni, és hogyan lehet ezt megtenni? Hiszen könnyen előfordulhat, hogy bizonyos platformokhoz nem lesz kollektor, de van egy olyan fejlesztési környezet, amiben ezt létre lehet hozni. Ki tudja ezt megcsinálni, ki lesz majd képes rá? Az egyedi fejlesztési alkalmazások logjai hogyan lesznek feldolgozhatóak? Az egyedi fejlesztési alkalmazásban a logok kérdése mindig kritikus, hiszen míg a fejlesztő számára hasznos logok előkerülnek, de biztonsági logok nem feltétlenül szerepelnek, így az biztonságilag releváns logoknak a kinyerése, ez mindenképpen kihívás lehet. Milyen módon őrzi a bejegyzések integritását a kollektor, azaz hogyan lehet biztosítani azt, hogy a logforrás és a központi logelemző között megfelelő módon fog elkerülni az információ. Milyen titkosítási megoldás támogat tárolása és hálózati szinten a kollektor? A jellemző kérdés, SSL fölött hogyan elküldhető-e az adott log. Hogyan kezeli a központi rendszer vagy a források elérhetetlenségét? Mi történik, hogyha leszakad a logforrás? Hogyan fogom tudni megvalósítani azt az elvet, miszerint log nem veszhet el? Illetve milyen protokollon tud naplóállományokat fogadni? Itt számos különböző protokoll elképzelhető, Syslog, Syslog NG, SNMP, és még sorolhatnám. Következő kérdésünk a központi elemekkel kapcsolatos. Egy színnél nyilván nagyon fontos, hogy legyen egy központi elem, ahol összegyűjtődnek a logok és feldolgozódnak, de nem minden log management megoldás SIEM jellegű, tehát nem feltétlenül szükséges, hogy legyen egy központi funkció. Lehet ez több egymással párhuzamosan futó Syslog szerver is adott esetben, ahol összejönnek a logok, de ezek egy központban nem futnak össze. A felhasználói adatok konszolidálása azt jelenti, hogyha például egy felhasználóhoz több különböző azonosító is tartozik, akkor képes a megoldás azt megvalósítani, hogy a krasznai
Kracsa, Krasznaics és hasonló felhasználókat gyakorlatilag agregálja, és egy felhasználóként tudja hozzárendelni az adott felhasználóhoz a tevékenységeket. Tudja elfogadni a kollektoroktól a beérkező eseményeket, ez nyilvánvalóan egy alapfunkció, de mégis a tervezési kérdések között szerepel. Vannak-e korlátozások a fogadott események számára vonatkozóan? Ez azért fontos, mert például a Splunk esetében a licenszelés úgy működik, hogy egy bizonyos számú beérkező eseményi ingyenes, utána viszont exponenciálisan drágul maga a termék, tehát tesztelésre kiválóan jó a Splunk, viszont utána folyamatosan egyre drágábbá válik. Ez a licenszelés egyébként viszonylag gyakori a SIEM megoldásoknál, tehát tudnunk kell azt, hogy a beérkező események, azaz az event per szekundum, az EPS számok, ezek hogy alakulnak a rendszerünkben, ehhez pedig nem árt ezzel a számmal, ezzel az alapmutatóval tisztában lenni. Vannak-e korlátozások a fogadott események számára vonatkozóan, azaz például, ha a rendszer mondjuk csak 10.000 EPS-ig tud adatokat fogadni, ennél többet nem, de nekünk mondjuk 12.000 EPS-ünk van, mi történik azzal a 2.000 EPS-sel, amit akár licenszelési, akár kapacitásbeli problémák miatt a rendszer nem tud feldolgozni. Lehet az eseményeket szűrten fogadni, azaz van-e megoldás arra, hogyha mondjuk csak úgy dőlnek a logforrásból a logok, akkor még valahogy az előfeldolgozás során a filterezés megtörténjen, azaz nem minden adat érjen el a központi loghoz, így is ugye segítve az beérkező események számának korlátozását. Milyen módon tárolja a központi elem a bejegyzéseket, milyen hitelességi, sértetlenségi rendelkezésre állási megoldásokat tud biztosítani. Lehetséges-e különböző megőrzési idők beállítása függően attól, hogy milyen jogszabályi követelmények vonatkoznak ránk. Az adat kiesések valahogy naplózhatók-e, azaz értesülni fogunk a központban, hogyha leszakad egy logforrás, vagy nem érkezik onnan valamilyen információ. Sértetlenség védelemről már megemlékeztem. Központi időjelzés az NTP szinkronizáció megvalósítható, hiszen ezzel lesz garantálható, hogy minden logforrásból azonos idővel érkeznek be az adatok, tehát az események láncolata, chain of custody, ez visszakövethető lesz, és pontosan látjuk, hogy mi mit követett az időben. Hogyan, milyen módon történik a tárolás? Mennyi ideig lehet és milyen módon lehet online, háttértáron, mentésben vagy éppen archívumban tárolni az adatokat. Megvalósítható-e a normalizálás, ami ugye gyakorlatilag a beérkező logforrások egységesítését jelenti, például dátum formátumban a 04, 05, 20, 2020, április 5, 05, 04, 20, 20 és hasonló nagyon változatos formában tárolt dátuminformációkat képes egy egységes formátumra hozni, ezzel is például támogatva az események sorrendiségének követését. És milyen háttértár igények vannak, azaz a log mennyire tud gazdaságosan tárolódni ebben az infrastruktúrában. Adatelemzés. Ha már rengeteg adatot gyűjtünk, és ez különösen például a Splunk, például az IBM Curadler esetében egy nagyon szép és jól látható megoldás, hogyan lehet azt a hatalmas begyűjtött adatmennyiséget kielemezni? Az elemzés többféle lehet természetesen, megvalósulhat pusztán szabályok és korrelációk alapján, tehát egy előre beállított szabályrendszer alapján lehet az adatokból kinyerni azt, hogyha valami érdekes esemény történik, de a modern megoldások már a gépi tanulás módszertanával is segítenek előre jelezni azokat a potenciálisan kártékony eseményeket, melyekre érdemes lenne odafigyelni. Az itt felmerülő kérdések, nyilván van-e egyáltalán lehetőség elemzésre, és erre szükségünk van-e? Hogyha erre van, akkor milyen módon történik mindez, szabályok, vagy ennél egy kicsit modernebb mesterség és intelligencia támogatott formában. Lehetőség van-e az elemzésre eredeti és normalizált formában is? Jellemzően ugye a SIEM rendszerek normalizált formában teszik lehetővé az elemzést, az eredeti formához viszont gyakran vissza kell nyúlni a mélyfúrások a drill-down-ok esetében. Hogyan lehet szűrni az eseményeket, milyen paraméterek alapján lehet keresni? Ezt egyébként már a alapvető blog management megoldásokban is valahogy meg kell valósítani, hogy egy közönséges greppel meg tudjuk keresni a minket érdeklő eseményeket. Mi történik akkor, hogyha úgynevezett burst szelegő adatfogadás, tehát nagyon-nagyon sok adat érkezik hirtelen, hogyan lesz képes ezt feldolgozni a rendszer? Illetve lehetőségünk van a hiteles adatszolgáltatásra a bírósági eljárásokhoz, például a digitálisan aláírt adat kiadására a nyomozó szervek részére. Korreláció. A korreláció ugye több különböző egymástól független
elemnek az összeállítását jelenti. Ez abban segít, hogy ha például tudom, hogy a Kovács nevű felhasználóm 8 és 17 óra között dolgozhat az adott Windows operációs rendszeren, akkor be tudjam állítani, hogyha ha Kovács felhasználó munkaideje a Windows rendszeren nagyobb, mint 17 óra, de kisebb, mint reggel 8 óra, akkor egy riasztást sikerüljön kapni. És ehhez hozzá tudom még tenni azt, hogy egyébként, hogyha a beléptető, fizikai beléptető rendszertől nem érkezik egy olyan jelzés, hogy Kovács János egyébként belépett az épületbe ebben az időszakban, akkor nyilvánvalóan ez egy gyanús esemény, amit ki kell vizsgálni. Ez a korreláció tehát mindenképpen egy hasznos tulajdonsága, és nagyon sok szimrendszer eleve rendelkezik egy csomó beépített korrelációval, de természetesen, ahogy az incidens menedzsmentből jönnek a tapasztalatok, ezeket a korrelációkat mi is folyamatosan fölvihetjük a szimrendszerbe. Ez maga a szim üzemben tartásának, karbantartásának az egyik legfontosabb feladata. Milyen anomáliák azok, melyeket ebben az korrelációk alapján ki lehet mutatni, itt érdemes a gyári megoldásokat és gyári ajánlásokat is figyelembe venni. Integrálhatók-e a sebezhetőségvizsgáló megoldások, vagy kicsit tágabb értelemben, lehet-e az úgynevezett CTI, Cyber Threat Intelligence, azaz a kiberbiztonsági intelligencia megoldásokat integrálni ehhez a megoldáshoz, hiszen így gépi módon tudunk akár új korrelációs szabályokat kapni, és így tudunk értesülni, és így tudjuk a lehető legkönnyebben fölvinni az újabb és újabb különböző kampányokhoz kapcsolódó jeleknek az előszedését a rendelkezésre álló adatokból. Figyelembe veszi a korreláció a források leszakadását, azaz mi történik akkor, hogyha ugye a korreláció azért nem tud teljessé válni, tehát egyszerűen nem érkezik az adat. Milyen módon állítatok be a saját korrelációs szabályok, ez mennyire egy rakétatudománynak minősülő, tényleg fekete öves képesség, vagy mennyire lehet ezt tényleg kattingatással összeállítani. Hogyan tudják auditori és nyomozati eljárásokban felhasználni ezeket az adatokat, hiszen mind az auditor, mind a nyomozó hatóságok egy bizonyos láncolatra, egy bizonyos cselekedetre lehetnek kíváncsiak, ezt adott esetben tudjuk szolgáltatni a megoldásból. Fölvehetők-e az üzleti folyamatok által generált információk is a csalásfelderítéshez? Hiszen a csalásfelderítés, a fraud tipikusan nem az információbiztonságnak a része, mégis szorosan együtt tudnak működni, és együtt szoktak a pénzintézeti területen, tehát adott esetben tudják egymást segíteni a különböző információkkal. A gyártó rendszeresen frissíti a beépített korreláció szabályokat, a CTI például erre egy példa, de ahol nincsen CTI jellegű előfizetés, ott is előfordulhat, hogy a gyártótól folyamatosan jönnek korreláció szabályok, ezek nyilvánvalóan segítik az IT security üzemeltetést. Riportolás, hiszen a SIEM rendszerből, úgy általában a loggal kapcsolatban, hogyha nincsen erőforrásunk arra, hogy rendszeresen áttekintsük, hogy mi történik, nincsen egy Security Operations Center felállítva mögé, akkor praktikusan úgy kapunk információt a potenciális incidensekről, hogy az előre beállított riportokat fogjuk átnézni, és ebből próbálunk következtetéseket levonni. Ennek megfelelően az időzített és egyedi riportok készítése alapfunkció kell, hogy legyen egy ilyen megoldásnál. Trendriportok, melyek abban tudnak segíteni, hogy az eltérő trendekre tudjunk felfigyelni, tehát hogyha tipikusan az adott felhasználó és az adott rendszer az, amit a leggyakrabban elérnek, és ehhez képest szignifikánsan megnő egy másik rendszernek a használata, az egy anomália, amire érdemes odafigyelni. Milyen file formátumban készülnek a jelentések, hiszen egy PDF-ből nehezen fogom tudni kiváltani, illetve nehezen fogom tudni megszerkeszteni a saját riportomat, ami máshova mehet. Éppen ezért a információk kinyerésének a formája egy nagyon fontos kérdés a napi üzemeltetési rutinban. A dashboardoknak a kérdése a következő, azaz a jól vizualizált megjelenítők, melyek ki tudják mutatni, hogy minden zöld, de van azért némi sárga is, illetve egy-két piros, amivel tulajdonképpen dolgoznunk kell. Ez azért fontos, mert például a Security Operations Centerekben a nagy, mindenki által látható hatalmas képernyőkön jellemzően ezek a dashboardok jelennek meg, és mutatnak egy átfogó képet arról, hogy éppen milyen a biztonsági állapot, de mondjuk, ha a főnökünknek szeretnénk megmutatni, hogy ott van az a néhány piros jelzés, ami miatt mi dolgozunk, és ami indokolta ennek a termék, drága terméknek a beszerzését, ez sem egy haszontalan szempont.
lehet-e szűréseket végezni a jelentéseken belül, olvashatóvá válhat-e. Vannak-e megfelelőségi riportok, például van-e a listás P853-as riportolás a SIM rendszerben, ami egyébként a magyar IBTV megfelelőségi riportolásban is jól használható lenne, hiszen nagyban hasonlít a két szabályrendszer. Testre szabhatóak-e, kicserélhető benne a logó, lehet-e megválasztani, hogy milyen információ hova kerüljön. És lehet-e riportolni archív adatokon is, olyan adatokon, melyek egyébként már nincsenek online a rendszerben, hanem gyakorlatilag külső adattárolókról kell visszamenteni. Értesítések, ha nem csak post-action akarunk a logolásból értesülni arról, hogy mi történt, hanem akár valós időben szeretnénk riasztásokat kapni a gyanús eseményekről, akkor nyilván nagyon fontos, hogy milyen módon tud értesítéseket küldeni a megoldás. Például tud-e e-mailt küldeni, például tud-e SMS-t küldeni, például tud-e SNMP-treket vagy ticketing rendszerbe küldött módon riasztásokat küldeni. Kiküldhető-e több helyre is az adott riport. És nyilván az adja magát is, hogyha rosszul állítjuk be a riportolásokat, rosszul állítjuk be az értesítéseket, akkor könnyen eléshetünk abba a csapdába, hogy túlságosan sok lesz az értesítés, és nem a releváns dolgokat kapjuk meg. Tehát ezeket az értesítéseket akkor célszerű éles üzembe állítani, amikor naponta már csak egy-kettő néhány értesítés jön, amit tényleg nagyon fontos kivizsgálni. Az incidens menedzsment ebben rengeteget tud segíteni. Felhasználói hozzáférés. IDM-AD integráció, hogyha például szeretnék agregálni a felhasználói neveket, ez elengedhetetlenül fontos, de az is, hogyha szeretnék egy egységes jogosultságkezelés megvalósítani a különböző szerepkörök között, akik a logokhoz hozzáférnek, ehhez is nagyon hasznos ez a fajta integráció. Hogyha viszont nincsen, akkor hogyan lehet, milyen jogosultságok állíthatok be az adott rendszeren, ki az, aki beállíthat, lekérdezhet, üzemeltethet. Általában többen férnek hozzá egy ilyen SIM-rendszerhez, nagyon fontos beállítani azt, hogy ki milyen jogosultsággal van, hogy a segregation of duties, a szerepkörök szétválasztását, és a least privilege-et, azaz a legkisebb jogosultság elvét, itt ennél a rendszernél is meg tudjuk tenni. Mi naplózódik az adott rendszerben az egyes adminisztrátori tevékenységekkel kapcsolatban, azaz aki az őrzők őrzőjének sikerülhet-e majd lebuktatni azt, aki visszél ezekkel a naplókkal. Milyen egyéb felhasználói belátások érhetők el. A tárolt naplókhoz milyen hozzáférések lehetségesek, hiszen ne felejtjük el, hogy a tárolt naplókban is számos érzékeny adat található meg. És a végén kitörölhet, ha törölhet egyáltalán, hiszen törölni jó eséllyel már csak az archívumból célszerű és érdemes, amikor a szabályok alapján az adott logra már nem lesz szükségünk. Telepítés és konfiguráció, mik azok az infrastruktúra elemek, mik azok az architekturális elemek, melyek a telepítéshez szükségesek, hálózati, operációs rendszer, adatbázis kezelő, hardware, szoftver és egyéb szinten, ezek meglehetősen széles körű telepítési követelmény rendszert tudnak előállítani. Az én tapasztalatom alapján a legjobban azért azokat a SIM rendszereket szeretik, melyek egy appliance-ben, tehát egy vasban mindent tartalmaznak, és melyet az IT-biztonsági csapat egyben tud felügyelni és tud irányítani. Az automatikus frissítés hogyan valósítható meg? Ne feledjük, ezek is csak szoftvertermékek, melyeknek vannak új feature-ei, vannak biztonsági sebezhetőségei, és nincsenek kint az interneten, tehát nem olyan típusú megoldásról beszélünk, amit ezzel egyszerűen automatikusan frissíteni lehet, ezt is föl kell nyilván mérni. Architektúra és skálázhatóság, mint említettem, a kedveltebb megoldások között jellemzően az appliance-ek szerepelnek, az appliance-eknek mindig vannak kötöttségeik, míg egy szoftveres megoldásnál azért lényegesen jobban skálázható megoldásokról beszélünk, napláne, hogyha az egész mondjuk egy cloudban vagy egy virtuális környezetben fut. Éppen ezért az appliance mellett a virtual appliance-ek és a virtuális megoldások is egyre nagyobb szerepet kapnak. Hogyha viszont szoftverről beszélünk, akkor az operációs rendszer követelményeket célszerű felmérni. Hogyha viszont hardware-ről beszélünk, akkor pedig azt, hogy hogyan lehet bővíteni, skálázni, cserélni
a meghibásodott elemeket. Hogyan oldhatók meg a magas rendelkezésre állások, hogyha nem a virtualizációban, ugye célszerűen a virtualizációs rendszer ezt meg tudja oldani, de például a hardware-nél a magas rendelkezésre állás, ez egy külön érdekes tervezési paramétert jelent. Mi történik, hogyha a termék több telephelyen működik, adott esetben globálisan működik, és olyan helyeken is elérhetővé kell tenni, ahol a sávszélesség közel sem gigabites, mint mondjuk a fejlett nyugati országokban. A rendszerelemek skálázhatók egymástól függetlenül is, függően attól, hogy hol elkerül elhelyezés, és milyen követelményeknek van kitéve az adott rendszer. Illetve milyen fizikai követelmények vannak, ahol majd be kell pakolni a rendszerünket. Mentés. Mennyi idő után, hogyan mentsen, hova mentsen, milyen háttértárolóval mentsen, automatikusan mentsene, ezek mind-mind fontosak, hiszen online viszonylag kevés logot fogunk tartani. A jó részük egy idő után ki fog kerülni valamilyen háttértárra, ahonnan szükség esetén a lehető legkönnyebben kell majd visszaállítani ezeket az információkat. Felület, hiszen a felületet fogják az incidens menedzsment során használni, de ez a felület fogja a magányos harcos IBF-eket is segíteni abban, hogy hetente azt a fél órát a logelemzésre tudják majd eltölteni. Azaz, milyen felületet nyújt a felhasználónak és az operátornak? Ezek a felületek milyen portokon érhetők el? Böngészőn érhetők el, vagy kell hozzá valami speciális vékony kliens vagy vastag kliens megoldás, ami valamilyen speciális hálózati hozzáférést és munkakörnyezetet igényel? Hogyha böngészőn keresztül érjük el, akkor van-e szükség valami böngésző pluginra? Nagyon gyakori probléma volt ezeknél a SIM megoldásoknál is, hogy olyan elavult böngészőket követeltek meg, melyek már rég nem voltak támogatottak a gyártó által, de fönn kellett tartani ezek működését tekintettel arra, hogy az újabb típusú böngészőket pedig nem támogatta a felület. Rendelkezésre állás. Már tettem róla említést, hogy hardware elemeknél a rendelkezésre állás biztosítása közelesen triviális feladat, éppen ezért ezt részletesen meg kell határozni. Megint csak azt tudom mondani, hogy az elektronikus információs rendszerek biztonsági osztályba sorolás és ezen belül is a rendelkezésre állási paraméterek jól meghatározzák, hogy milyen követelményeket kell támasztanunk ezen rendszerekkel szemben. Adatbázis. A logok jellemzően valamilyen adatbázisban tárolódnak, a legtöbb megoldás alapvetően saját adatbázis kezelőt használ, viszont voltak azért a történelemben olyan helyzetek, amikor a SIM megoldás mellé egy olyan egyébként nagyon drága külső adatbázis kezelő szoftvert kellett venni, ami jelentősen megdobta a beszerzést, illetve nem is volt szakértelem ezen adatbázis kezelő működtetéséhez. A belső adatbázis kezelőnek viszont megvan az a hátránya, hogy ahhoz senki más nem fog hozzáférni, nyilván csak az adott gyártó, és ez a gyártók közötti váltást meglehetősen meg fogja majd nehezíteni. Hogyan lehet monitorozni magát a rendszer? SNMP trepek használhatók-e, rendszermenedzsment eszközben használhatók, milyen bibek támogathatók, ezek mind-mind abban segítenek, hogy a rendszer üzemeltethető legyen. A SIM-rendszerek tehát számos tervezési kérdést vetnek föl. Ezeket a tervezési kérdéseket természetesen még a beszerzés előtt érdemes végig gondolni. Újra elmondom, hogy az információs rendszerek felmérése az IBTV mentén, ezek mind-mind rengeteget segítenek abban, hogy ezeket a tervezési paramétereket már az első demózás előtt fel tudjuk mérni. Javaslom mindenkinek tehát ezek a kérdések megfontolását. Mindenre van megoldás, mindenre van nagyon jó megoldás, de minden szervezet más, és minden szervezetnek másféleképpen kell ezeknek a követelményeknek eleget tenni. A gyártó-beszállító integrátornak pedig ezekre a kérdésekre tudni kell választ adni, általában tudnak is. Ahhoz, hogy a logolás, a naplóelemzés projekt egy sikerprojekt legyen, ehhez mindenképpen célszerű ilyen tág scope-ban gondolkodni, melyhez remélem, hogy előadásom a megfelelő mennyiségű információt tudta adni a tisztelt nézők számára. Köszönöm a figyelmet!